Az éden istenei. A történelmi járványok, a földön kívüliek biológiai fegyverei. Szokratész az űrben. A megváltás ígérete. Új ember projektek. A Skynet ébredése, élethalál harca gépekkel. Az ártatlanság csodája, a szent gyermek legendája. A Loch Nessi szörny, a titokzatos lény leleplezése. Atlantiszi időszámítás. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin júliusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket Szűcs Robert nevében is. Szép jó estét. Üdvözlöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Talán emlékeznek rá, hogy a múlt heti adásunkban a harmadik birodalomban folyó különféle repülő szerkezetekkel kapcsolatos kísérletekkel foglalkoztunk, de hát olyan sokrétű volt, hogy nem biztos, hogy mindenkinek rögtön minden eszébe jut. Akkor most kivételesen arra kérlek, hogy mondjuk egy bővített mondatban foglald össze, hogy a múltkori adásban mire fókuszáltunk, ahogy mondani szokták. Hát ez egy bővített körmondat lenne azért igazából. Uh-huh. Lényegében úgy tudnám összefoglalni, hogy a múlt század, a 20. század legelején olyan okkult társaságok alakultak, amelyek a számunkra egy picit azt mondom, hogy felfoghatatlan módon olyan célokat fogalmaztak meg, hogy el kellene jutniuk őseik birodalmába, egy idegen világba. Ez jelesül az Árjafajnak az elméletéről szólt, hogy akik az Aldebarán csillagképből érkeztek ide annó, Atlantis, illetve másik változatén, Thule szigetén telepedtek le, mind a két sziget utána elpusztult, akik ide költöztek, azoknak a túlélők elmentek Tibetbe, Indiába, abba a régióba, majd onnan a későbbi évszázadok, évezetek során eljutottak ide Európának az északi részébe, és ők voltak az Árjafajnak a gyökerei, ők képezték a gyökerét, ők alapították meg ezt az úgynevezett árja birodalmat, amelyet aztán szerettek volna a harmadik birodalom formájában megújítani. Ezek, hogy ezt a céljukat el tudják érni, hogy kapcsolatba tudjanak kerülni azzal az ősi világgal, ahonnan az ő őseik ideérkeztek, elhatároztak, hogy repülőcsészelőket fognak gyártani, mégpedig olyan klasszikus repülőszerkezeteket, amiket pont most ugyanezekkel a jelzőkkel illetünk, és pontosan ugyanígy néznek ki. Akkor a bővített mondatodat még egyel kibővítem. Szó volt a múltkori adásban, és meg is mutattunk egy gyönyörű nőt, aki állítólag sugallatot kapott. És Mária Orsics, igen. Igen, Mária Orsics, sugallatot kapott, és tulajdonképpen ezzel is lehet magyarázni, hogy egyáltalán hogy jutott eszikbe a németeknek izével csészeajakkal foglalkozni. Gabi, engem egyébként ez a személy szerint én azért tartom olyan érdekesnek, a múltkori adásban is említettem, hogy mi a kollégámmal írtunk egy könyvet erről a témáról, mert én szeretem azokat a dolgokat vizsgálni, amelyeknek van valóban van racionális alapja. Tehát ha van egy sima spirituális történet most napjainkban, amely ugyanazt állítja, hogy ő kapcsolatba áll ilyen és ilyen Sirius-i, teljesen mindegy vegai, akármifajta lényel, őneki van valamifajta mentális üzenete, amit nekünk elmond, azzal igazából kutatói szempontból nem lehet semmit csinálni, mert azt mondom, hogy jó, rendben van, én ezzel nem tudom mit kezdeni, ezt te egyedül ismered. Várok rajta, a Nibiru-ról egy e-mailt. Igen, és hogy valaki, igen, tehát ezzel mi nem tudunk igazából mit kezdeni. Ellentétben, amikor valaki megfogalmaz egy ilyen dolgot, majd azt mondja, hogy én megkaptam tőlük azt üzenet formájában azt a tudást is, hogy hogy lehetne ezt az energiát előállítani, amivel el lehetne oda jutni hozzátok. Megkaptam lóhaot a műszaki leírást. Így van, tehát meg így van, messze túllép azon, hogy tulajdonképpen itt most csak egy spirituális, mentális kapcsolatról van szó, hanem azt mondja, hogy igen, én információkkal rendelkezem, hogy azt a bizonyos eszközt miképpen lehetne előállítani. És a Gabi, hogy teszünk egy picike csak ilyen kitérőt arra, hogyha szerintem elég sokan látták a nézők közül, vagy legalábbis bízom benne, hogy a Kontakta kapcsolat című filmet, amely igazából arról szólt, hogy mi fogtunk egy földön kívüli üzenetet, a mi műsorunkhoz most ehhez a konkrét műsorunkhoz annyiban kapcsolódik, hogy 1936-ban a berlini olimpián, erről már szó esett, színes tévéközvetítés volt,
A film története szerint egyébként, amit Carl Sagan, világhírű, már sajnos elhúgy világhírű csillagász írt, ez a bizonyos üzenet eljutott a Vega csillagképig, a Vegáig. Igen. 35 fényévnyire van, majd a vegaiak visszasugározták nekünk jelezve, hogy vettük az adást, tudjuk, hogy itt van, és pont azt, tehát a film szerint kicsit grotesz módon az emberiség első földön kívüli üzenet az a Hitlernek a beszéde volt, mert éppen azt sugározták vissza, és amikor az Egyesült Államoknak amit a nemzetbiztonsági feje ki volt akadva, akkor mondta, hogy kérem szépen, ez volt sajnos az első tévéadás, ami kijutott az űrbe, ami eljutatott odáig, és azért sugározták ezt vissza nekünk. De akkor is utána az volt a lényeg, hogy az üzenet tartalmazta, Gabi, egy berendezés megépítésének a tervét. Meg kellett fejteni, ki kellett találni, az sem egy olyan eszköz volt, amit mi itt földi technológiával ismertünk volna, hanem egy olyat, hogy leírást adtak hozzá, hogy annak a bizonyos szerkezetnek, amelyeknek a működési elvéről igazából fogalmunk sem volt, az volt a lényege, hogy ezzel a szerkezetnek a segítségével meg lehet nyitni egy úgynevezett féregjáratot, egy téridőkapunak a bejáratát, és ezzel utazni lehet a kozmoszban. Maradjunk a második világháború idején. Ugye azt megbeszéltük, és ezzel le is zárjuk a múltkori adásra való emlékezést, hogy javában folytak a kísérletek. A háború előtt is, a második világháború alatt is. Na most közben mindenféle lőttek, bombáztak. Hát hadi állapot volt egész Európában. Akkor elképzelhető, hogy a németek valahogy mégiscsak folytatni próbálták a kísérleteket? Hát a kísérleteket részben folytatták Európában is, annak ellenére, hogy ilyen bombázások voltak. Ne felejtsük el, hogy akkor a különböző célpontok kijelölésében még csak légi felderítés állt rendelkezésre. Tehát nem voltak műholdak, amelyekkel a pontosan ki lehetett volna deríteni, hogy hogy van, kémeket kellett oda küldeni, a helyi lakosságtól szereztek információt, hogy hol működtek ezek a dolgok. De azért bennük is felmerült, hogy hát kellene egy olyan helyet keresni, ahol ezeket a kísérleteket sokkal zavartalanabbul lehetne folytatni, amit távol esik a világtól. És erre megtalálták a hatodik kontinens, vagyis az Antarktiszt. Na, már valahogy, hogy megtalálták, fogták magukat, és oda repültek? Nem, ez sokrétű dolog. Részben volt egy Hörbigernek, volt egy kedvenc filozófusok, akinek a jég és a tűzbirodalmat, tehát a jég birodalmába helyezte. Ne felejtsük el, hogy amikor az árjafajról volt szó, akkor az Atlantis pusztulása után is Tibetbe a hegyek közé az örök hó és jég birodalmába kerültek, majd onnan átkerültek északra, a mai Skandinávia területére, szintén az örök hó és jég birodalmában. Tehát nekik idézővel téve otthonosan mozogtak volna ezen a területen. Na most egy picikét előre kéne ugrani csak ezen az egyetlen egy téren, tehát az Antarktisz területén. Tehát, hogy ők úgy gondolták egyébként, hogy ezt az Antarktiszt, ezt valamiképpen egyébként fennhatóság alá kellene vonni. Több hivatalos expedíciót küldtek, a Schwab ellen, tehát a Schwab föld nevezetű hajóval küldtek oda, amelyik repülőgépet is vitt magával, egy ilyen katapult segítségével, fölment egy repülőgép, és egy olyan területet, amit akkor már Maud királynő földjén értek, és brit területnek tartották volna, ott ilyen tizenvalány kilométerenként egy acélhegyű, svasztikában náci zászlóval ellátott ilyen acél dárdákat dobáltak le a repülőgépből, és ezzel gyakorlatilag kijelölték egy 600 ezer négyzetkilométeres területnek a határát, amit ők elneveztek egyébként Új Svábföldnek. Igen. Tehát ez volt a neve. Ez volt az, amit nagyjából egészében, miután ugye ezt bemutatták a televízióba, ezt nagyjából egészében mindenki ismerte. De ennek ettől teljesen függetlenül kiderült, hogy a második világháború egésze alatt tengeralattjárók százai ingáztak Németország és az Antarktisz között. Aha. És ebben a tengeralattjárókban nagyon-nagyon-nagyon sok felszerelést lehetett odaszállítani. Oda lehetett vinni rengeteg olyan dolgot, amelyek ezekhez a kísérletekhez szükségesek voltak. Gabi, ami nagyon fontos, egy olyan területe volt szó, ami akkor teljesen kiesett. Nem csak, hogy a háborúnak a sodrából, egyáltalán. De minden. Az egy annyira félreeső terület volt, oda rajtuk kívül akkor is úgy senki más nem jutott el.
senki nem folytatott ott kutatásokat. Hát akkor ők nyugodtan kísérletezhettek ezek. Nyugodtan kísérletezhettek. Na most akár itt, a víz alatt is. Így van. Na most egyébként a történetünkben szerepelni fog egy bizonyos Richard Evelyn Byrd nevezetű, aki a történetünk időpontjában 1946-47-ben már az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének admirálisa, de ő még csak egy ilyen sarkkutató volt. Három expedíciója volt a sark felé, 1929-ben elérte a déli sarkot is, feltérképezte és különböző kutatásokat csinált, eljutott az északi sarkra is, elévülhetetlen érdemeket szerzett, de mint mondom, mint kutató. De ezzel párhuzamosan, hogy gyakorlatilag amit most van néhány kutatóállomás, megjegyezném, hogy ezeknek a 98%-a kizárólag katonai jellegű, tehát teljes katonai irányítás alatt vagyunk, bármelyik nemzetnek, a nagyobb nemzeteknek, az Egyesült Államoknak, Szovjetuniónak, Franciaországnak, Nagy-Britániának, és még nem tudom kinek van ott, mert a Norvégiának is vannak ilyen különböző bázisai, de mind csak és kizárólag katonai jelzés alatt folyik, tehát ez egy hihetetlen érdekes. Itt majd egy jó pár dolgot elmondunk majd arról, hogy mi lehet és hogy mi lehetett ennek az egésznek az alapja. De hogy egy kicsit előreugorva, hogy mikor derült fény igazából arra, hogy mert erről a részéről addig, amíg ez a bizonyos Richard Byrd admirális 1940. decemberében egy hajóflottával elindult oda, addig gyakorlatilag a kísérleteknek erről a részéről igazából senki nem tudott semmit. Elindult egy flotta, amelynek igazából gyakorlatilag tudományos célt határoztak meg Gabi, csak hát az az egy baj volt, hogy ez tartozott, mit tudom én, tizenvalány hadihajó, egy repülőgép hordozó, tenger alatt járó repülőgépek, nem tudom hány helikopter, és mintegy 5000 katona. És hát erre tényleg azt kell mondom, hogy hát ez igazából nem sok tudományos jellege volt ennek az egész expedíciónak, és ami hihetetlenül érdekes, hogy ez az expedíció elment oda, ott volt, 6 hónapra tervezték ezt az egész utat, majd 2 hónap múlva úgymond ez az egész expedíció a szó fizikai értelemben megfutamodott, mert kapták magukat és visszamentek az Egyesült Államokba. Na mielőtt ezt az Antarktis projektet tovább boncolgatjuk, nézzük meg egy bejátszást, hogy hogy is történt ez. Na rajta. Eleje. A legendás amerikai sarkutató Richard Byrd soros expedíciója elérte Antarktisz partjait. Különös expedíció ez. Az első 3-tól eltérően teljes mértékben az Egyesült Államok haditengerészete finanszírozza, és harcias elnevezése van, High Jump, magasugrás hadművelet. Byrd admirálisnak hatalmas haditengerészeti felszerelés áll rendelkezésére. Egy repülőgép anyahajó, 12 hajóból álló felszíni flotta, egy tenger alatt járó, több mint 200 repülőgép és helikopter, körülbelül 5000 fős személyzet. Lássák be, furcsa összetétel egy tudományos expedíciónak. 1946. december 2-án, mielőtt a hajóraj elindult volna az Antarktiszra, Byrd admirális egy sajtótájékoztatón megjegyezte, az expedíciómnak hadi jellege van, de a részletekről egy szót sem szólt. 47. január végén elkezdődött az antarktiszi kontinens repülőgépes felderítése Mood királynő földje körzetében. Minden a terv szerint folyik. Az első hetekben több 10000 légi felvétel készül. És hirtelen valami titokzatos dolog történik. A fél évre tervezett expedíció 2 hónap után sietve szeri a sátorfáját és elhagyja Antarktiszt. Valódi megfutamodás ez. Elvesztették a Murdoch torpedó rombolót, a légierő majdnem felét, sok matróz és tiszt meghalt. A kongresszus rendkívüli vizsgálóbizottságának tagjai előtt Byrd admirális szó szerint a következőt mondta. Egy következő háború esetén Amerika egy olyan ellenséggel kerülhet szembe, amely hihetetlen sebességgel képes átrepülni egyik pólusról a másikra. Kifutamította meg az amerikai hajórajt. Másfél évvel Byrd admirális expedíciója előtt, 45 nyarán az argentin Mar del Plata kikötőjébe 2 német tenger alatt járó futott be, és megadta magát az argentin hatóságoknak. Nem hétköznapi tenger alatt járók, hanem az úgynevezett Führer konvoj állományából valók. Ez a szupertitkos egység olyan feladatot teljesített, amelynek a részletei máig a legnagyobb titokban maradtak.
A személyzet nem nagyon akart vallomást tenni, de az amerikaiaknak mégis sikerült megtudniuk valamit. Így az U-530 parancsnoka mesélt a Valkyria 2 kódnével ellátott akcióról. 3 héttel a háború vége előtt az U-530-as tenger alatt járó kifutott Kielből és az Antarktisz felé vette az irányt. A fedélzeten utasok tartózkodtak, akiknek arcát eltakarták, és a harmadik birodalom relikviáit viselték. Egy másik tenger alatt járó, az U-977 parancsnoka, Heinz Schäfer azt vallotta, hogy nem sokkal később ő is megjárta ezt az útvonalat. Világossá vált, hogy a német tenger alatt járók többször is jártak az Antarktiszon. De miért éppen ott? Az Antarktiszon nem olyan régen a kilométeres jégréteg alatt hatalmas tavakat fedeztek fel, melyeknek hőmérséklete plusz 18 Celsius fok. A felszín alatt kupola alakú boltozatok vannak, amelyeket meleg levegő tölt meg. Nincs kizárva, hogy az alulról folyamatosan melegített vizek valóságos melegvízű folyóként jutnak ki az óceánba. Az évezredek során a jég és a föld alatt hatalmas alagutakat képezhettek, amelyek rendkívül alkalmasak titkos bázisok létrehozására. Az óceán felől, a partmenti jég alá merülve gond nélkül megközelíthető bármelyik tenger alatt járó számára. És már kész is a bázis. Nincsenek viharok és sarkizimankók. Tökéletesen rejtve az illetéktelen tekintetek elől, az ellenség hatókörén kívül. Ez aki tudja, hogy mit rejt még a jég, illetve mi van a jég alatt. Ez most azért ott eszembe, mert mostanában is sokat olvastam újságban arról, hogy találtak baktériumokat, ezt, azt, amat, valamiféle, hát mondjam, életcsírát, életnek a nyomait. Na de ahogy most ebből a kis összeállításból kiderült, akkor elképzelhető, hogy a jég alatt már tenger alatt járók is megfordultak. Gabi, az az igazság, hogyha most megint utalva az előző adásban szó volt erről, amit megkérdeztél a Piri Reis admirálisnak, aki a 16. század elején azon a bizonyos térképen jég nélkül ábrázolták az Antarktisznak a partvonalát, a teljes partvonalát. Ez a térkép egyébként már a múlt század 20-30-es évében ismert volt, és a náci figyelmét sem került el, tehát ezért is különös jelentőséget tulajdonítottak nekik, mert úgy gondolták, hogy esetleg ezt a bizonyos feltérképezést, az űrből való feltérképezést, azok az ősök hajtották végre, akik egyébként ide érkeztek, akik ott voltak Atlantis vagy Thule szigetén, és akik ebben a katasztrófában elpusztultak és eljutottak utána Tibetbe. Csak egy mondat, hogy tényleg mindenki képben legyen, aki esetleg nem látta a múltkori adást, tökéletesen megvolt az egész Antarktisz. Amit, a partvonal. A partvonala, amit nem lehet mondjuk csónakról lerajzolni, hanem csak valahonnan föntről. Csak amikor készült a térkép, akkor ott fönt nem nagyon röpködtek még. Gabi, de ez 8000 évvel ezelőtt kellett volna, mert 8000 évvel ezelőtt volt utoljára jégmentes ez a terület. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egyáltalán föntről kellett készíteni, hanem 8000 évvel ezelőtt kellett készíteni, igen. És ez a térképhez valami fajta formában, ez a Piri Reis egy valamiképpen ott a Topkapiba, a királyi palota felújítása során ott jutottak már akkor hozzá. Tehát a középkorról beszélünk. Tehát akkor már tudták, hogy ott valami rejtélyek lehetnek. Utána, amikor elkezdték vizsgálni ezt a területet, akkor szörnyen megdöbbentek, mert kiderült, és most már tudjuk, hogy majdnem, hogy zöld területek vannak, Gabi. Tehát, hogy itt eddig mindenki a 12. században azt hitte, hogy ez teljesen jég, és akkor csak utána a vizsgálatokból derült, hogy ez bizony egy bejegesedett, eljegesedett száraz föld. Lásd, annó, északon Grönland. Így van, pontosan. Lásd, és, tehát, hogy mit tudom én, x 8000 évvel ezelőtt, ez még itt egy olyan kontinens lehetett, ami teljesen jégmentes volt. A Hitlerék egy olyan elmélettel is foglalkoztak, hogy történhetett valami fajta pólusváltás, ami egyébként valóban belefér. Történhetett néhány tízezer év ezelőtt egy pólusváltás, és a pólusváltás során ez az Atlantis szigete egyszerűen a földkerék együtt elfordult, tényleg ez a pólusváltás, tehát elfordulhat minden. Éppen ezért fordulhatott elő, hogy a 85. szélességi fokon fönt északon találtak olyan maradványokat, olyan trópusi őserdőnek a maradványait találták meg, ami arra utal, hogy valóban ez teljes egészében elfordult. Tehát olyan, mintha mi a mai Magyarország területen lett volna még az egyenlítőn, és ehhez képest ennyire fölment ez az egész, mert jutottunk ideig a 45. szélesség fok környékére, azok a területek meg eljutottak oda. Na most ők meg voltak, hogy győződve, bocs, még hogy az Atlantis esetleg
azonos az Antarktisszal, magából a nevéből is következően, és éppen ezért azért is tulajdonítottak olyan fontos jelentőséget, mert úgy gondolták, hogy akkor ők, ha oda mennek, akkor nem csak egy bázis találnak, egy valami, egy világtól eltállt területet, ahol a kísérleteket folytatják, hanem ha utána járnak, megtalálhatják azokat az eszközöket is, vagy azokat a nyomokat is, amik arra utalnak, hogy honnan, mikor és hogy jöttek az őseik. Na jó, és akkor energiaforrást is kerestek? Igen, na most a Gabi, az energiaforrás egyébként ebben az előző bejátszásban majdnem, hogy el is hangzott, ez a geotermikus energia. Azért mondom. Ez tökéletesen önmagában is, tehát ha nem kellett, ez még nem kellett semmifajta földön kívüli technológia, azaz ott levő geotermikus energia azokból a víz alatti olyan forrásokból, meg azokból a folyórendszerek, föld alatti folyórendszerek, amik behálózzák ezt az egészet, teljesen egyértelmű volt, hogy ezt tökéletesen alkalmasá lehetett tenni a emberi életre, tehát úgy, hogy ott kutató munkát folytatsak. Minden energiát ebből meg lehetett, Gabi, az elektromos energiát és mindent meg lehetett oldani, de ők elképzelhető, hogy a kutatásaik során találtak valami fajta tényleg olyan relikviákat, megtaláltak olyan dolgokat, akár feljegyzéseket, akár eszközöket, amelyek tényleg esetleg arra utalnak, most egy kicsit elengedtem én is a fantáziámat, tehát amik arra utalnak, hogy igen, valóban az is lehetett volna Atlantis. Visszautalva egyébként erre, és azért jött először ez a bizonyos Byrd admirális, mert utána, ezután került egyébként a középpontban ez az Antarktisz, hogy úristen, mi is történt. Különben a beszámolókban egyébként szerepelnek különböző olyan repülő korongok, amelyek a vízből bukkantak elő, és tüzeltek, lőttek, fel voltak fegyverezve, tüzeltek az amerikai hajókra, emberekre, és így süllyedt el az egyik romboló, amit ő itt mondott. A film egyébként, amit te nagyon jó érzékel, hogy ránézt és mondtad, hogy opa, egy civil feliratom benne, ez egy orosz film volt, hát őket azért nem lehet igazán elfogultsággal vádolni, tehát ők azért ezt megpróbálták nagyon reálisan feldolgozni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen dolgot találtak ott. Én úgy gondolom, hogy Byrd admirális, tehát egy picit ellentmondásos volt, mert amikor megfutamodtak, és megszülettek ezek a beszámolók, hogy kik támadták meg, hogy támadták meg őket, akkor még nem lehetett tudni, hogy erről ő, azt hiszem 1957-ben hunyt el, ha jól emlékszem, és ő addig különböző naplóbejegyzéseket csinált. És nem sokkal utána, valamikor az 50-60-as években nyilvánosságra került Byrd admirálisnak a naplója, de az a baj, hogy ezt igazából ennek a hitelességét, eredetiségét nem lehet leellenőrizni. 1929-ben, amikor ő egy repülőgéppel átrepült a déli sark, és eljutott a konkrét déli sarki, akkor az jól dokumentálható. Ellenben ebben a Gabi, és akkor itt jön már az egy kicsikét, amit mind a ketten kedvelünk, egy szifis elem, hogy ebben már az szerepel, hogy ő saját maga a bőrdabnézés beült egy repülőgépbe, és ő is felderítő útra indult, de amikor eljutott egy bizonyos pontig, akkor zöld oázisokat pillantott meg lent, életnyomait vélte felfedezni, majd megbolondultak a műszerei, elkezdett kijönni a motor, majd megjelent mellette két repülő szerkezet, a rádió adójában Auwiedersehennel köszöntötték, ez egy kellemes meglepetés lehetett ott a déli sarkon, majd leszállították a gépet teljesen leállt, de nem zuhant le, hanem mint hogy ilyen erőtérben lenne, ezek a bizonyos dolgok leszállították, levitték őt oda, majd ő ott kapcsolatba került egy ottani vezetővel, aki elmondta, hogy miért folynak ezek a kísérletek, és hogy ők földönféli kapcsolatokat csinálnak, majd visszaküldték őt ide. Igazából az a lényeg, hogy ő azért hivatalosan az admirálisi rendfokozatát soha nem fosztották meg, mert hogyha ilyen kicsit zavarodott elmélet van, akkor igen. De mondom, ennek az eredetiségét nem lehet vizsgálni. Azt viszont, hogy ott tökéletes körülmények voltak arra, hogy a náci kísérletek végrehajtsák, az teljesen egyértelmű. Ami, nézzük a következőt, azt mondta, hogy hagyjuk rá egy kicsikét. Hát igen. Gabikám, de még az Antarktiszról akartam még egy kicsikét, hagyj beszéljek meg. Engedj most kivételesen, ne legyél ilyen zord, jó? Legyél. Na. Kettő percet hagyjál nekem, jó? Csak kettő perc, másfél, jó? Jó, rendben. Tehát az Antarktisznál az a lényege, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, mert ez úgy bejön a képbe, hogy tulajdonképpen a Gabi az is felmerült, hogy volt egy bizonyos üreges föld elmélete. Ennek az volt a lényege, belső föld elmélete,
Én személy szerint Szűcsóbert azt mondom, ez egy végtelen egy ostobaság, ezzel a föld közepében levő napon van szó. Tudom, persze, természetesen, de ez egy abszolút, tehát ez mindenek ellen van. Viszont felmerült egy olyan dolog, hogy a kozmikus közlekedéshez szükséges téridő kapuk, amiről többször beszéltünk, és amiről igen, felmerült már az is, hogy esetleg a Tesla kísérletek során, vagy a Philadelphia kísérletek során is így nyitottak meg, elképzelhető, hogy egy ilyen járatnak a belépő része mondjuk a déli sarkon van, kilépő részek meg az északi sarkon van. Elképzelhető, hogy akármifajta térugrással az egyik pólusról a másikra gyakorlatilag szempillantását el lehet jutni egyébként. Mint az utalás is volt rá, hogy hogy lehet ilyen hogy gyorsan. Lehet, így van, pontosan. Na tehát az a lényeg, hogy ennek már ők akkor sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, és a mostani kutatásokban pedig nagyon sokszor szerepelt, hogy ez optimális lenne. Nagyon sok későbbi történetben szerepelt, Gabi, olyan műhold felvételeken látható lyuk mind a két póluson, ami nem lehet, ami természetesen nem a föld bejárata, tehát a belső földnek a bejárata, de elképzelhető, hogy valami fajta időnként, amikor működik egy ilyen téridőkapu, annak a bejárata. Ez már egy kicsit fantázia, vagyis egy kicsit fantasztikus, de minden reális és tudományos alapja. Megvan. Akkor megyünk tovább képileg. A háború utáni években a titkos náci archívumokban érdekes fényképeket és rajzokat találtak, amelyek egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a német tudósok valóban foglalkoztak korong alakú repülőtárgyak készítésével. Senki más nem foglalkozott ilyesmivel akkoriban a világon. Hogy sikerült a náci tudósoknak és mérnököknek ez a technikai ugrás? Az ANNRB társaság, a harmadik birodalom legtalányosabb szervezete, titkai után máig epekednek a vezető hatalmak titkosszolgálatai. Teljesen érthető. A történelemben az egyedüli olyan ismert szervezet, amely a mágia és a misztikum kutatásával foglalkozott állami támogatással. Egyetlen szervezetnek sem állt rendelkezésére ennyi információ, egy sem gyakorolt ekkora hatást a mágneses impulzus vezérésű technológiák fejlődésére. Az ANNRB létrejöttének kezdeményezői a birodalom prominensei voltak. Az okkult tudományok és a paranormális jelenségek tanulmányozása az ANNRB-ben az SS birodalmi vezetője Himmler áldásával folyt, aki ezt nyilván nem kizárólag a saját kezdeményezéséből tette, hanem Adolf Hitler útmutatásai alapján is. A társaságot hivatalosan 1935-ben alapították a német nép történelmi gyökereinek kutatására. ANNRB. Így is fordítják, az ősök öröksége. A társaság érdeklődési köre azonban sokkal szélesebb volt, mint pusztán a germán őstörténet tanulmányozása. A harmadik birodalom vezetői megértették, hogy egy ilyen létszámú hadsereggel nem fognak elkövetkezendő háborúkat nyerni. Ezért jött a képbe az úgynevezett minőségi fölény elmélete, amely azt jelentette, hogy mennyiségileg kisebb, de minőségileg jobb erőkkel is lehet háborút nyerni. Az úgynevezett minőségi fölény biztosítása érdekében az ANNRB okkult tudományokkal, paranormális jelenségekkel foglalkozó szakembereket is bevont, hogy áttörést érjenek el olyan területeken is, ahol az ellenfeleik nem voltak igazán eredményesek. A náci ideológia arra alapult, hogy valamikor létezett a Földön egy nagy és erős civilizáció, amely birtokában volt a világ mindenség, csak nem minden titkának. Ez a magasabb rendű tudás valahol rejtjelezve és elrejtve megőrződött. Ez a tudás lehetővé teheti a felsőbb rendű ember az ősi árják leszármazottainak újjászületését. Különösen érdekelte őket Atlantis, amelyet a náci tudósok az árjafaj ős hazájának tartottak. Németország szerintük joggal tartott igényt az atlantisziak technikai tudására, akik a legenda szerint hatalmas tengerjáró hajókat és hihetetlen sebességgel mozgó légi járműveket tudtak építeni. Az ANNRB még a háború előtt hozzálátott a titkos tudás kereséséhez, az ősi civilizáció tudásának kereséséhez a germán, az indogermán és általában a világ civilizációjának forrásai alapján. Ja,
Most itt azért néhány szó megragadta a figyelmemet, ez a, azt mondja, mágia és misztikum állami támogatással. Na most azért, mert tulajdonképpen hát ez előtte is, akkor is, és most is. Megmondom, mire gondolok. Azt hiszem, a NASA csinálta azt a kísérletet, de az oroszok és az egykori Szovjetunióban is ból is olvasható volt, hogy paranormális jelenségeket próbáltak kutogatni, és akkor az egyik pasi ült a tenger alattjáróban, valahol lent, nem tudom, a tenger mélyén, a másik pasi meg valahol itt a földön egy teljesen elzárt kabinban, és akkor megpróbálták gondolatátvitellel az egyiktől a másikhoz eljuttatni azokat, amiket szerettek volna. Na most itt nem tárgyakról van szó, hanem különféle ábrákról, legalábbis így olvastam, teljesen egyszerűsítve a dolgot, hogy mit tudom én, van egy kör, meg egy háromszög, meg mit tudom én, micsoda, és akkor vagy abban a sorrendben a másik ember több tízezer, százezer kilométerre az egyiktől ugyanazt tudja lerajzolni, elmondani, sorrendbe állítani, és itt nem hiszem, hogy kamu lehetett, mert ezek, hogy mondjam, eltéveszthetetlen dolgok. Mert csak egyszergő mellé, akkor már nem igaz az egész. És állítólag egy ilyen kísérlet sorozat sikeres volt. Persze, egyébként ilyen kísérletek most megint csak a... Na már bocsáss meg, csak azért, mert itt az volt, hogy állami támogatása, hát ez is azzal van. Jó, de ez más, Gabi, mert ez inkább valami tárgyasult forma, tehát ebben szerették volna a világ leghíresebb kéme, mi is információk szerint, amit mi tudunk a külvilág róla, az soha nem mozdult ki az Egyesült Államok területéről, ott ült végig a CIA-nek Langleybe egy titkos laboratóriumában, ahol meg kellett mondani, hogy 12 ezer kilométerre tőle, az egyik műsorban említettük, 12 ezer kilométerre tőle az akkori Szovjetunió területén parttól 2 kilométerre felépített a tengerparttól 2 kilométerre felépített a tengerrel kapcsolatban nem álló hatalmas nagy hangárszerű épületben mit építenek. És az illető a hangokból meg ilyesmiről azt mondta, hogy egy hatalmas nagy dolgot csinálnak oda, és utána egy héttel a program vége előtt megjelent ott, mit tudom én, 200 darab ilyen maróeszköz, csináltak egy csatornát, mengetek a tengervizet, és a szovjetek legtitkosabb atomtenger alattjárót vízre bocsájtották. Ez az ember 12 ezer kilométerről megmondta, 167 ilyen esetet derített föl, sokkal többet, mint azok a működő kémek, akik az életük kockáztatásával beépülve sok ezer, sok tízezer, vagy sok száz napot, vagy sok évet ott töltöttek az első között, azok messze nem értek el ilyen eredményeket. Jó, csak úgy mondanám. Egyébként ezeknek a kísérleteknek, csak úgy jelezném, ezeknek a kísérleteknek az alapja megint csak ugyanaz volt. Tehát ott kezdődött el egyébként, tehát a 20-as, 30-as, 40-es években kezdődött el nagyon intenzíven egyébként a Szovjetunióban és Egyesült Államokban, meg Európa néhány ilyen országában. Most akkor vissza... Ebben a bizonyos 20-30 évben, amikor hihetetlen fejlődésre amikor olyan, na most, de Gabi, de ez az igazság, hogy hiába van a szkeptikusok részéről valami fajta ilyen mellébeszélés, senki nem tudja, hogy mi lehetett az alapja annak a mondjuk 1920 és 1940 között tétben elképesztő, döbbenetes, fantasztikus fejlődésnek a motorja. Mi volt az a tudás? Mi volt az, mert ők akkor is ott a egyes kutatók szerint Elvis szinten, mások szerint gyakorlati szinten is, Gabi, olyan pontra jutottak el, ahova mi még most 2013. februárjában nem jutottunk el. Tehát azért mondom ezeket a dolgokat. Most volt ez a bizonyos ANNRB társaság, amely egyébként természetesen együttműködött, vagy a Thule társaságban nőtt ki a Brill társasággal, tehát ezek egy ilyen nagy halmazt alkottak egyébként. Ebben nagyon tényleg olyan prominens, olyan vezetők voltak benne, olyan emberek voltak benne, akik úgy gondolták, hogy a mágia és az okkultizmus segítségével fogják majd megnyerni a háborút, és ők ez lesz az übermencsit, már itt már erről van szó, tehát hogy ők lesznek az uralkodó faj, nem csak Európában, hanem az egész világon is. Minőségileg. Minőségileg, igen.
Na most itt ilyen érdekes dolgok voltak ebben a szovjetek vagy oroszok által készített filmben, hogy, hogy elmondta például, hogy kitalálták ezt a minőségi háborúnak az elvét. Ez is arra utalt, hogy ők nem úgy akarták, hagyományos eszközökkel akarták megvinni a háborút, mert ott arról volt szó, hogy innen is fölküldünk 200 repülőgépet onnan is, és amelyiknek jobb a pilótája, vagy jobb a, akkor még nem, hogy radarok se voltak még háború elején, az győz, aki jobban tud lőni, és szerencsésebb, és jobban tud manőverezni. Ugyanez, hogyha egymásra küldtek, mit tudom én, az egyik is küldött 5000 harckocsit, a másik is, melyik parancsnok, melyik itt a marsal, ott a tábornok, melyik hogy tudta irányítani a valamit, és valami. De ők már ezekben a szövegben is már arra utaltak, hogy ők azt gondolták, hogy olyan fejlett technológiákat dolgoztak ki, amelyiknek nem szükséges, tehát nem azonos erőcsoportokat kell küldeni, hanem valahogy úgy kell megoldani, hogy ők azokat a hihetetlen fejlett technológiai eszközöket küldik szembe azokkal a hagyományos erőkkel. Gabi, ez sokkal, de sokkal felturbozva ugyanúgy nézett ki, mint amikor 1940-ben megtámadták Lengyelországot, és akkor benyomultak a német tankok, és akkor jött a lengyel lovasság velük szemben, a szegények, tehát tényleg, de tényleg ilyen különbségek voltak. Na, hát akkor a következő összeállítás előtt én most direkt nem kérdezlek, majd utána. Az egyik legtökéletesebb mintapéldányt, az úgynevezett belonzó korongot először is utoljára 1945. február 19-én próbálták ki Prága mellett. Az elsődleges felhajtó erőt Schauberger hangtalan és lángok nélküli hajtóműve adta. Az adatok szerint azon a napon a csészehaj pilóta nélküli változata 3 perc alatt 15 kilométeres magasságot ért el, és a vízszintes sebessége elérte a 2200 km/h. A csészehaj bebizonyította, hogy tud lebegni a levegőben, és fordulás nélkül tud előre és hátra haladni. Siker? Kétségtelenül. De a háború már Németország területén folyik. A nácik nem várják meg országuk teljes elfoglalását, megsemmisítik a folyamatban lévő kísérleteket és a furcsa repülőszerkezetek prototípusait. A bellonzó korong egyetlen példányát is megsemmisítik. Viktor Schauberger, a hajtómű kidolgozója, később így emlékszik. Az 1945. februárjában kipróbált modell első rangú szakmérnökök közreműködésével készült, akik a Mauthauseni koncentrációs tábor foglyai közül kerültek ki. Utána visszavitték őket a táborba, ami a halállal volt egyenlő számukra. A modellt Keitel parancsára felrobbantották. Az előretörés, amit a harmadik birodalom produkált a tudomány és technika területén, nem volt véletlen. A tudományos kutatások és az ősi tudományok elfogulatlan elemzésének ötvözése minőségi ugrást hozott létre. De a bukás se volt véletlen, amit a nácik elszenvedtek. Hiszen a Szent Grál nem csak az ősi tudás szimbóluma, hanem a sok évszázados erkölcsi tapasztalaté is. És ezt a tapasztalatot a nácik tudatosan semmibe vették. A harmadik birodalom csészehajairól sok legenda és szóbeszéd járja. Mindent összevetve ide lehet sorolni azokat is, amelyek 1947-ben az Antarktiszon a víz alól felbukkanó korongokról szólnak. Na ezért mondtam, hogy nem előtte, hanem utána kérdezlek, hogy itt van ez a bizonyos belonzó korong, ami, és ezt hiányoltam, vagy hiányolom nagyon sokszor, hogy beszélünk itt tervekről, tervrajzokról, munkálatokról, építményekről, mindenről, na de akkor most ez kézzel fogható. Gabi, az összes terv ilyen kézzel fogható, tehát ezt a témát azért érdemes vizsgálni, azért foglalkozunk mi is most három adás keretében ezzel, mert ennek megvannak a bizonyítékai. Tehát ott léteznek azok a bizonyos tervrajzok, hamarosan látni is fogjuk őket, egy nagyon szép összeállítás. Nagyon sok elképesztő mennyiségű tervet készítettek, Gabi. Megvoltak például ez a Hanebu típusú jármű, ami itt volt, ebből volt 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös kategória. Kategorizálták őket. A legkisebb, az olyan volt, mint egy kis felderítő repülőgép, egy néhány méter átmérőjű korong lehetett, utána a következő már 10 méter volt, az 20, a legnagyobb pedig, mint hogy az előző adásban sem tettem, 65 méter átmérőjű, igen, ami a százszoros a kapacitásban, a befogadó képességben, mint amit most a legnagyobb ilyen óriási szállítógép meg tud csinálni. Tehát ők ilyen mennyiségű tervet készítettek.
Ráadásul mondom, az egyik volt az, hogy meg tudták oldani azt, hogy olyan technológiákat Gabi alkalmaztak, amelyben ezek a repülő szerkezeteket megtudták, tehát megfelelő anyagokkal rendelkeztek ahhoz. Megfelelő burkolatot tudtak készíteni, meg olyan konstrukciót tudtak, hogy ez az egész ne essen szét, mert egy több ezer tonnás, 65 méter átmérőjű, korong alakú, 23 méter magas repülőszerkezet, ez több ezer tonnát nyomó, lényegesen nagyobb, mint bármelyik most általunk ismert repülőszerkezet. De hogy ez még ne legyen elég, ekkor jöttek hozzá, amit szintén utaltál rá, hogy a különböző meghajtási módok. Igen. Tehát, hogy a másik oldalon folytak azok a kutatások, mágneses impulzus elvén, a Vril energiának a kutatásával, amire rá lehetne mondani az egyik oldalról, hogy ez semmi, hát ez csak egy ilyen okkult csoport által kidolgozott okkult energia, de ez nem, mert az előző adásban beszéltünk róla, hogy ez gyakorlatilag azonos lehet azzal a nullponti energiával, amelynek a létezését már kimutatták, amelyről tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy ki lehet nyerni. Akkor tudták, és most hogy van. Is, igen, de ebben az a fantasztikus, de most abban az időszakban, Gabi, még nem volt olyan lényeges. Most a mostani tudományos alap teljesen egyértelmű lenne, hogy elő lehetne állítani olyan készülékeket, amelyik ilyen elven működnek, de a mostani gazdasági politikai lobbinak nem érdeke, mert hiszen akkor az ingyen energia lenne. Emlékszel, az egyik adásban itt szó volt arról, amikor Tesla elment az akkori egy milliárdos, és azt mondta neki, hogy van egy ilyen készülékem, amivel itt ki lehetne sugározni az energiát, és x 100 vagy 1000 méteres körzetben vezeték nélkül, Gabi, 30-as évek, lehetni fogni az energiát, és akkor az úr megkérdezte tőle, ingyen energia? Jó, köszönöm szépen, viszont áldásra kezdet volt vele, és elküldte. Na jó, de hát gondoljunk az autóiparra, most csak azért persze. Mondom, mert ott van ingyen energia, és akkor nem most, hanem évtizedekkel ezelőtt, és ez megint csak nem fantázia, meg egy tervrajz, hanem még prototípust is csináltak, csak úgy hívták, hogy vízzel hajtott autó. Igen, vízzel. Mondjuk igen. Nem vízzel, hanem hidrogén. De vízzel, mert a vízet mondtad, hogy hidrogén és oxigén. Igen, persze, hát igen. Az került volna valami igen. Pénzbe, nem tudom mennyibe, hogy ezt meg tudják csinálni. De hát természetesen egyszerűen az energialobbi, már ilyen értelemben, ezt nem engedte. Gabi, hát például remélem, hogy mondom valamelyik műsorban, vendégünk lesz majd Egeri Gyuriát. Egy másik alkalom, amikor volt szerencsém vele beszélgetni, és akkor mondja, hogy Rubikám, hát van egy ilyen ekkora készülék, és mutat egy tenyerébe egy ekkora kis készülék. Is. Igen. És akkor mondja, hogy hát ezzel elő lehetne állítani, hát azért van költsége, mert a mit kell? Hát mert kell bele nem tudom hány darab ceruzabél, mondom még egyszer. Grafit, Gabi. Igen. Így van. Ceruzabél, és akkor azt mondta, hogy igen, és ennek mennyi lenne, mondom, egy adott háztartásnak az energiájátása. Hát, az már húzósabb, 50 forint. Mi mondom, mi 50 forint? Naponta? Nem. Havonta. Hát szóval 50 vagy 100 igen. Forintból meg lehetne oldani, ilyen költséggel meg lehet oldani, ilyen készülékek, és ez tudományos, komoly tudományos szakemberek, Gabi, hát olyan alternatív kutató dolgoznak, akire nem lehet ráfogni, hogy egy pancser hozzá nem értő valami, mert fizikus, szakmájának nagyon komoly ismerős, ezzel foglalkozik. Mindig Egeri Györgyet emlegetjük, de vannak világszerte jó néhányan, csak vagy az van, hogy ott marad nála a találmány, egyébként neki is volt egy ilyen könyve, hogy tiltott találmányok. Így van, pontosan. Vagy eladja, és ha eladta, akkor aki ezt megvette, az rögtön beteszi a fiókba, és jó napot kíván. Így van, na most a 20-as, 30-as, 40-es években, pontosan azért, mert ment a felkészülés a második világháborúra, éppen ezért ez nem történhetett meg. Igaz, hogy szigorúan titokban, de minden ilyen dolgot azonnal fel kellett használni, azonnal át akarták azonnal ültetni, hogy ebből a haditechnikai fölényt tudunk kovácsolni, és minden ilyen technikai dolgot azonnal bevetettek. Ez sajnos, ez ilyen gyakorlatilag most is egy ilyen napjainkban is, az igazi technikai fejlődésnek sajnos a hadipar a motorja. Minden olyan komoly fejlesztés először a hadiparban jelenik meg, és csak utána kerül át a civil szférába. A teflon nem azért találták ki, hogy a háziasszonyok könnyebben süssenek, hanem azért, hogy meglegyen a járműveknek a külső védelme, hőálló védelme. Ebből aztán lett ez. Amikor a nejlonszálat kitalálták, akkor ejtőernyőközés különböző dolgokat találták, és utána belőle csak harisnya. Kevlár, és mindent lehetne, így van, mindent lehetne, millió-millió dolgot lehetne sorolni egyébként, hogy az onnan csak átkerült, és akkor még most is
Én úgy gondolom, hogy ezeknek a kutatásoknak a 1-2 százalékáról tudunk, ezek kerülnek át a polgári életbe, a 98% titokban van. Megint visszautalva, mert hogy mégiscsak a 40-es évekről beszél, most már a 30-as, 40-es évekről tartunk, ott ugyanez volt a helyzet, titokban tartották, de mondom, ott elképesztő intenzitása használta föl, mind a két oldal próbálta felhasználni arra ezeket a legjobb dolgokat, de mint ebben a szovjet filmben is kiderül, mindenki elismerte, hogy valamiért a náci Németország olyan döbbenetes eredményeket ért el, ami hihetetlen módon megelőzte minden egyes országot a világban, sokkal nagyobb gazdasági hatalommal rendelkező országokat is, és ezért történt azt aztán, hogy valami irtózatos energiákat, és tényleg időt, pénzt, energiát nem sajnálva az atombombát elrejtették, hogy ezzel véget vessenek ennek az egésznek. A grafitról jut eszembe, hát ez nem egy olyan műsor, ahol vicceket szoktak mesélni, de hát ez közszájon forgott annak idején, és hogy mi mindent találtak ki, és a űrutazások során, és akkor ugye hát a golyóstollat, a Bayropent, ugye a magyar bíró találta ki annak idején, azt hiszem Argentinában, igen. És hogy kifejlesztettek az amerikaiak egy olyan golyóstollat, amivel a súlytalanság állapotában is lehet írni. Jelentem, van nekem is otthon, Space Pennek hívják, van nekem egy de ilyen. De aztán állítólag az egyik kísérlet során az űrutaza bedöglött a toll, és nem tudtak írni vele, csak akkor mondták, hogy bezzek, hát a szovjetek okosabbak voltak. Nem döglött, de ceruzát vittek. Szóval a grafitról jutott eszembe. Ez egy picit anekdotikus, de tényleg egyébként a kettő között ez volt. Ők azt mondták, hogy jó, rendben van, baromira dögös, hogyha csinálnak egy ilyen valaminek, aminek olyan tartája van, hogy a festék nem folyik vissza. De ellenben itt egy ilyen grafit ceruza, ezzel viszont mi megcsináljuk ugyanazt, és tökéletesen megcsinálták. Az meg 10 millió dollárba került, hogy kifejleszették a szerűzést. Na nézzük akkor a következőt, hogyha már itt tervekről és tervrajzokról ejtettünk szót. Úgy érzem magam, mint hogyha egy repülőcsészhajban ülnék, nem is olyan sok szép képet láttunk. De mennyivel izgalmasabb ennek? Hát, Gabi, várjál most, hagyd, nem az egyik bejátszás előtt itt mondtál nekem valamit, galábbodom, megkérdezem. És te mit gondolsz erről most? Őszintén. Miről? Ez jó kérdés volt. Tehát te például mi a véleményed, hogy tényleg lehetett volna szerinted esélyük arra, hogy előállítsanak egy ilyen technológiával rendelkező repülőszerkezetet? Én, miután te néhányszor, néhány műsorban már elmondtad, hogy a saját véleményed mi, én, hogyha azt mondom most, hogy 100%-osan meg vagyok róla győződve. Nagyon köszönöm, nagyon jó. Aha. Komolyan jó. Mondom. Mert miért ne? És nem ilyen kitérő választ adok, mint amikor megkérdezik, hogy elképzelhető-e máshol a kozmoszban élet, akkor azt szokták válaszolni, hogy igen, mert nem tudom hány millió, milliárd hasonlóan a Földhöz, és hát ugyan nem hiszük, de miért ne? Nem, itt nem tudunk tényeket sorolni olyan értelemben, mikor megkérdezed a véleményemet, mert ez nem hit kérdése. Én meg vagyok róla győződve, hogy miért ne. Gabikám, nagyon köszönöm, nagyon komolyan. Jó. De
én egyébként gondoltam, hogy ezt fogod mondani, csak kíváncsi voltam, szerintem meg, hogy a nézők is azért tudják persze róla. Gabi, igazából mondom, ez tényleg azért ilyen fontos terület, mert nagyon jól össze lehet rakni ezeket az apró kis mozaik darabokat. Igen, tehát egy olyan, megpróbálom kialakítani ilyen képet. Na most ebben a bejátszásban hamarosan következik majd egy, a következőben is a, ezekről a tervekről láthatunk. Mint egy fél perc múlva, hogy ezekből itt kiderül, azért itt már volt valami fajta utalgatás erre a bizonyos földön kívüliekre. Uh-huh. Tehát, hogy lehetett valami fajta, ténylegesen valami kapcsolat, tehát nagyon sokan ezt összevonták. Én személy szerint, és akkor megint hagyd tegyem azzal az éményemet, én úgy gondolom, hogy ők nem találkoztak alkalmasint ide látogató, tárgyasult földön kívüliekkel, ha csak nem ezeken a téridőkapon idejöttek, hanem kapcsolatba kerültek az általuk itt hagyott olyan technikai eszközökkel, amit a kutatásaik során felhasználtak. Jó, egy mondat, már mondtam, mindig az jut eszembe, hogy vannak zsenik, vannak feltalálók, de akik annyira megelőzik a korukat, mint mondjuk Leonardo tette, vagy mint most a térképről jutott eszembe az egész. Hát szóval, és utána rekonstruálták, és lerajzolta, és hány száz éve volt már Leonardo. Aztán neki, hogy miért jutott eszébe a repülés? Azért, mert látta a madarakat, szóval nem kell ez a duma. Na, menjünk akkor tovább. Az jutott eszembe, hogy a 21. század technikai színvonalán most már nem kell megépíteni a makettet, meg bármit a tervrajzok alapján, hiszen digitálisan elő lehet hozni a számítógéppel. Azért ebből a szempontból már nekünk könnyebb helyzetünk van, mindenki természetesen volt. Természetesen, de egyébként hagyjuk ebbe a bejátszásba, hogy itt nem csak terveket láttunk, itt vannak leírások, hanem fényképfelvételeket is, amin ezek a bizonyos szerkezetek repültek. Tehát ott látod, hogy ott álltak a földön, ott volt mellettük a személyzet. Tehát rengeteg olyan dolog van, amelyről valóban ilyen bizonyíték is van. Mindenki meg van győződve, hogy ezeknek a bizonyítékonak értelemszerűen a 99%-át a II. Világháború végén eltüntették. Mint említettem az előző adásban is, az egyik része az Egyesült Államokban, a másik része a Szovjetunióban, került a legnagyobb része, illetve bizonyos államokhoz is kerülhetett, akik éppen lecsaptak valami fajta ilyen apró kis morzsákra. De ez a két nagyhatalom rendelkezett olyan technológiákkal, amivel
és akkor mondok neked egy olyan változatot. Ebben a műsorban mi az UFO témakört úgy vizsgáljuk, hogy nem horgonyzunk le egyik megoldás mellett sem. Sokan úgy vélték, hogy esetleg, amit a későbbi időkben láttunk repülőszerkezeteket, vagy láttak az emberek a 40-es, 50-es években, azok egyébként pont ezeknek a kísérletek alapján a szovjetek és az amerikaiak által előállított korongalakú csészehajókú repülőszerkezetek voltak, és esetleg olyan hajtművekkel is rendelkeztek. Hát akkor azt hiszem, hogy egy rövid kis néhány másodperces összeállítás. Te mondtad ugye a 3D-ben, hogy hogy néz ki, hogy valaki, aki rekonstruálta, hogy hogy nézhetett ki alapból kinézetben ez a bizonyos repülőszerkezet. Így. Témában ez volt a második adásunk, de a jövő héten lesz még egy harmadik is, és azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy ez lesz a legfantasztikusabb, mert... Mert elképzelhető, hogy 1947-ben egy náci csészhajós zuhant le Roswellbe, sőt elképzelhető, hogy a nácik időközben eljutottak a repülőszerkezetekkel a Holdra is. Köszönjük szépen figyelmüket, jövő héten ismét találkozunk, legyenek itt viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Holnap után az új világrend 10 parancsolata. A koronavírus járvány egyedülálló lehetőség az elit számára, hogy neki kezdjen az emberiség legszörnyűbb leigázásának. Vakcina háború az emberiség ellen, céltudatosan felhasznált vak tömegek, félelem, a tökéletes pszichofegyver, szabadság vagy újabb világjárványok. Őrült országok, őrült vezetői, megtervezett világégések. Vedd el a nép múltját, a végforgatókönyve. Agenda 2030. Kezünkben az evolúció. Mesterséges vírusok, a rettegés magvai. A közeljövő világformáló háborúi. Európa a járvány után. Mindenről és sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.